Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy holnap Orbán Viktor évet fog értékelni. És nyilván önök is azért jöttek, mert azért mennek, mert kíváncsiak, mit mond holnap. Pedig egyáltalán nem érdekes, hogy holnap mit fog mondani. Egy érdekes van, hogy mit tett tegnap. Csak az a fontos. Hiszen 2010. februárjában egy árva szóval nem mondta, hogy elveszi és eltőzsdézi a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Egyetlen szóval sem mondta, hogy fizetőssé fogja tenni az egyetemeket és főiskolákat. Egyetlen szóval sem mondta, hogy milyen rombolást tervez a közoktatásban. Nem beszélt több éves várólistákról az egészségügyben, és nem beszélt 4 millió szegény magyarról a mély szegénység mélyüléséről. Egyáltalán nem. Egy dologról beszélt, 1 millió új munkahelyről beszélt. És mi lett ebből? Van ma 200 000 ébérért dolgozó közmunkás, és van 500 000 magyar Bécsben, Göteborgban, Linzben és Londonban. Néhány éve még Magyarországon, ha valaki nem talált munkát a saját településén, akkor feljött Budapestre. Ma már senki nem áll meg Budapesten. 8 éve még itt budapestiek arról beszéltünk, hogy világvárost építünk. Prágával és Béccsel versenyeztünk. Ez nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy itt a mi helyünk. Ma Budapesten ott tartunk, hogy sodródunk, mint egy kikötő nélküli hajó, mert hogy nem vagyunk része a nemzeti együttműködésnek. Ez mindenki számára nyilvánvaló. A kormány gazdasági nagy programjában egy árva szóval nem szerepel Budapest. Mert ott tartunk ma Budapesten, hogy már kátyúzni és hitelből fogunk. Hogy nincs pénz 6000 fa pótlására. Hogy kevesebbet takarítjuk az utcákat, és hogy a közműharc eredményeképpen a vízcsöveket 200 évente fogjuk cserélni. Egyikünk sem hiszi azt, hogy 200 évig fogják bírni a vízcsövek. 3 év alatt 100 000 tonna szemét tűnt el Budapestről. Ez a szemét mennyiség a hulladék mennyiségnek az 1/4, 25%-a. És ennek nagyon kellene, hogy örüljünk normál körülmények között, ha azért tűnt volna el a szemét mennyiségének az 1/4, mert a budapestiek tudatosabbak, kevesebbet és más csomagolanyagot használnak, vagy mert szelektíven gyűjtenek, de nem. Az igazság az, hogy a szemét mennyiség azért csökkent, mert a budapestiek szegények, csak egy év alatt 11%-kal csökkent Budapesten a szemét mennyiség, 3 év alatt 100 000 tonnával, mert szegényebbek, mert nincs munkájuk, és nincs miből vásárolni, mert a rezsiköltségek nem csökkentek, hanem nőttek. Tarlós István legnagyobb eredménye a fővárosban az, hogy átfestette a buszokat, átnevezte a Moszkva teret, és kiűzte az uniós zászlót az ülésteremből. Úgy űzte ki az uniós zászlót az ülésteremből Tarlós István, hogy közben az elmúlt 3 évben a fővárosban kizárólag közösségi, európai közösségi forrásokból valósultak meg beruházások. 11 éve mi magyarok nem 2/3-dal, hanem 4/5-del döntöttünk úgy, hogy tagjai leszünk ennek az európai közösségnek, annak az Európai Uniónak, aki felnőttként kezeli a polgárait, aki hisz az egyén önrendelkezésében, aki hisz az egyéni közösség erejében. Mi budapestiek felnőttünk. Tudjuk, értjük, hogy adót kell fizetni. Innen Budapestről származik az adóbefizetések 40%-a. A legkisebb elvárásunk az lehetne, hogy beleszóljunk abba, hogy milyen beruházások valósuljanak meg Budapesten. És ha minket kérdeznek, akkor elő fogjuk felújítani a János Kórház gyermekosztályát, mint veszünk még egy beléptető kaput Felcsútra. Mi olyan európai rezsicsökkentést szeretnénk, ami ma, holnap és holnap után is működik. Ilyen a panelprogram, vagy ilyen volt sajnos már csak múlt időben a panelprogram, a távfűtésben az egyéni mérhetővé tétel, az ÖKÖPLUSZ program, ilyenek a megújuló energiaforrásra alapuló beruházások, ilyenek a passzív házprogramok. Mi a szegénység kezelésének európai módját választjuk, mert nem európai az, hogy a hajléktalanokat üldözzük és az ételosztást korlátozzuk. Az európai mód az együttélés és a védőháló kiterjesztése. Az Európai Uniós vív háborút, csak nem a tagállamaival szemben. Az Európai Unió ma az ellen háborúzik,
hogy a nők, vagy azért háborúzik, inkább így fogalmaznék, hogy a nők és férfiak Európában egyenlő bérért, egyenlő munkáért, egyenlő bért kaphassanak. Mert ma az a helyzet, hogy egy férfi és egy nő ugyanabban a munkakörben mást kap. Egy nő 25%-kal kevesebb bért kap ugyanazért a munkáért. Ezért vívunk háborút. Budapest mindig is egy szabad város volt, már többször megpróbálták láncba verni. De ez nem fog sikerülni most sem. Mert mi budapestiek felnőttünk, és április 6-án a szabadságra fogunk szavazni. És ezzel fel fogjuk szabadítani Budapestet a Fidesz elnyomás alól. És megkérem Szanyi Tibort, hogy folytassa innen, ahol én abba hagytam. Köszönöm a figyelmet. Hölgyeim és uraim, folytatva Tüttök Ata a szavait, és immár nem csak Budapestről, hanem az ország egészéről is beszélve, világossá vált, hogy Magyarország egy nagyon egyszerű válaszút előtt áll. Európa vagy Ázsia? Április 6-án erről fogunk dönteni. Nem mellesleg a Jobbik már döntött. Nyilvánvalóvá tette a döntését, amikor kidobta az európai zászlót a parlament ablakán. Megjegyzem és felhívom a figyelmet, hogy azon kétharmados döntés során, amelyet Tüttök Ata is említett, amikor egyébként 4/5-del vált népszavazás révén Magyarország az Európai Közösség az Európai Unió tagjává, akkor a szó alkotmányossági értelmében az Európai Unió jelképeit a nemzeti jelképeink sorába emeltük. Magyarul a Jobbik ezzel a zászlókidobási gesztusával nemzeti jelképet gyalázott. Világos mi a véleményük? Az is egy álláspont. De akkor viszont azt javaslom, és azt javasoljuk, hogy legyenek következetesek. És ugyanazzal a zászlókidobásos lendülettel dobálják már vissza azokat a pénzeket, amelyeket például európai parlamenti képviselőik, illetve a Jobbik politikusainak nem kevés családtagja az európai intézményektől felvett. Ha kidobták az európai zászlót, akkor a jobbikos önkormányzati képviselők ugye majd hasonló önérzetességgel visszaadják, visszautasítják az uniótól kapott fejlesztési pénzeket, amik éppen a körzetükbe jutottak. Mert a következetesek ezt kell tenniük. De az egyik kezükkel kidobják az európai zászlót, a másikkal meg a markukat tartják Brüsszel felé, akkor ők csupán pitiáner haszonleső hobbinácik. Ez a véleményem. Egyébként nem csak a Jobbik tagadja meg Európát. Orbán Viktor is ezt teszi. Ő is választott. Nyíltan megmondta, Európa helyett kelet felé, Ázsia felé akarja vezetni Magyarországot. Orbán Viktor ezzel a mondatával egyébként 1000 éve mindmáig az első és egyetlen olyan politikus, aki önös üzleti érdekeiből vezérelve a honfoglalás óta szerzett értékeket politikai honfeladássá akarja változtatni. Persze az uniós pénzek még úgy, ahogy neki is kellenek. Orbán Brüsszel felé kuncsorog, de közben Moszkvához, Azerbajdzsánhoz és Iránhoz dörgölődzik. Említést érdemel, hogy legutóbb Kínában a kínai partnerek, a kínai vezetők szemébe hazudta Orbán Viktor azt, hogy Magyarországnak mekkora nagy szüksége van az egyébként súlyos infrastruktúrális nehézségekkel küzdő Kínától magyarországi infrastruktúrális beruházási hitelekre. Az elmúlt héten az Európai Parlament közlekedési bizottságának elnöke a magyar hallgatóságnak világosan megmondta, és Orbán Viktornak világosan megüzente. Szinte számolatlanok a vissza nem térítendő európai források, amelyek Magyarországon infrastruktúrás beruházásokat szolgálhatnak. Azért ez nagy különbség a kínai hitelt figyelembe véve. És Orbán Viktor közben még büszke is magára, hogy milyen nagy taktikus. Pedig tényleg csak egy kis stílű politikai szélhámos, akivel a művelt nyugaton már szinte senki nem áll szóba. Orbán visszaadta a baltás gyilkost Azerbajdzsánnak,
Lihegő táviratban azt az Iránt üdvözölte, amely például Izrael elpusztítására készül, de előtte még elrohant Moszkvába, Vöröstérre és egy Putyinnal kötött titkos tartalmú paktummal 100 évre előre eladta Magyarország energiaellátását Oroszországnak. Európa vagy Ázsia? Orbán már választott. Ő úgy gondolja, letérítheti Magyarországot 1000 éves útjáról, kiszakíthatja hazánkat az európai nemzetek közösségéből. Tudjuk, miért teszi ezt. Azért, mert olyan világot akar teremteni, amilyet Európában nem fogadnának el. Orbán azért masírozik keletre, mert Európában nem építhetné fel a diktatúráját. Jól láthatja mindenki az Iránt, pontosabban az irányt. Vaknak kell lennie annak, aki nem érzékeli, hova tartunk. Ma már csaknem minden második ember a létminimum alatt él, amint Katától, Tüttő Katától hallottuk, ez sajnos Budapesten is igaz. Az oktatást elsorvasztották, hisz Orbánnak nem kellenek a gondolkodó emberek. Orbán a közmunkások országáról álmodik, ahol a 49 ezer forintból tengődő, megfélemlített emberek tömegével azt tehet, amit csak akar. Orbán Viktor holnap beszédet fog mondani. És csatlakozom Katához. Tök mindegy, hogy mit mond. Hisz ő maga jelentette ki, nem a szavaira kell figyelni, hanem arra, amit csinál. Hát mit csinált? Megmondta előre, hogy a nyugati intézményekkel akar háborúzni? Nem. Megmondta előre, hogy átírja az alkotmányt? Nem. Megmondta, hogy elveszi a rokkantaktól a nyugdíjat? Nem. Egy szót sem szólt erről, mégis megtette. Most sem mondja meg, hogy ki akar lépni az Európai Unióból, de ezen dolgozik. Ez az, amit csinál. Ez az, amit nekünk figyelnünk kell, és látnunk kell. Nem a beszédére. A tetteire, a baltásgyilkos visszaadására, az Iránhoz való dörgölözésre, a Putyinnal megkötött titkos paktumra. Ezért az április 6-i választás egyetlen nagy kérdése ez lesz. Európa vagy Ázsia? Kidobhatjuk, vagy megtarthatjuk az európai zászlót? Erről fogunk dönteni. Ezért kell hát minden jóérzésű magyar embernek megmozdulnia és elmenni szavazni, mert az április 6-ai döntés visszavonhatatlan lesz. Rossz esetben április 7-én már hiába mondja bárki, hogy abocs, én mégis Európában maradnék. Nem szabad megengednünk, hogy Orbán Viktor és a Fidesz Ázsiába deportálja Magyarországot. Köszönöm a figyelmüket.